Növekedtek az albérleti díjak, ami a keresletnek köszönhető. Az elmúlt időszakban ugyanis egyre kevesebben szerettek volna hitelt felvenni azért, hogy lakást vásároljanak, sokan döntöttek úgy, hogy inkább albérletben laknak. A felsőoktatásban tanulók közül idén is sokan keresnek albérletet, számukra rossz hír, hogy az egyetemi városokban a többi településhez képest drágábbak az albérletek. Debrecenben 65 ezer forint lehet egy garzon lakás átlagára, vagy átlagos bérleti díja, Szegeden 50-60 ezer forint között, Pécs ugyancsak ilyen 50 ezer forint környékén. Nyíregyházán a belváros keresett, két szobás lakásokat keresnek ott viszont elsősorban 60-75 ezer forintos havi bérleti díjért. Budapest természetesen itt a legmagasabb a bérleti díj, garzon lakásoknál akár ilyen 100 ezer forint is lehet átlagosan a legkedveltebb területeken. A költségek megosztásáért sokan gondolják úgy, hogy lakótársakat keresnek és együtt bérlik ki a lakást. Ők 2-3 szobás lakásokba költöznének, amelyekben a szobák lehetőség szerint külön nyílnak. Ezeknek az ingatlanoknak a bérleti díja 40-50-60%-kal magasabb, mint a garzon lakásoké. Nyíregyházán egy 2 szobás lakás albérleti díja 60-70 ezer forint, az ennél nagyobb lakásokért pedig havonta 100 ezer forintot is kérhetnek. Budapesten egy 80-120 négyzetméteres lakás bérleti díja a legkeresettebb területeken havi 200-300 ezer forint is lehet. 10-20%-os megtakarítást érhet el az, aki a felsőoktatási intézményhez kissé távolabb eső, nagyobb városokban tömegközlekedéssel megközelíthető lakást bérel ki. A bútorozott, illetve bútorozatlan kiadó lakásbérleti díja között viszont nincs különbség, mindenki igénye szerint választhat. Az ingatlan közvetítő irodákban a következő napokban számítanak arra, hogy tömegesen keresik fel őket a hallgatók. Az albérletkeresési roham minden évben a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárának meghúzása után indul.